Sziasztok, Kömke vagyok. Beszéljünk egy kicsit a jelenlegi napelem helyzetről. A legtöbben tisztában vannak vele, hogy tavaly ősszel gyakorlatilag lenullázta a kormány a napelempiacot Magyarországon. Bejelentették, hogy az újonnan csatlakozók már nem kerülhetnek éves szaldós elszámolásba, azaz a napelemek megtérülése jelentősen kitolódik, bár természetesen a részletekre nem tértek ki. Plusz még meg is állították akkor az új csatlakozásokat az áramhálózat védelmére hivatkozva. Kiskapuként, aki akkor még megigényelte azonnal a csatlakozást, azok elvileg még szaldós elszámolással telepíthettek napelemet. Én is megigényeltem, lassan egy éve válasz sincs az áramszolgáltatótól, se elutasítás, se hiánypótlás, se engedély. Most már kenjétek a hajatokra, és legyetek vele boldogok. Az elmúlt közel egy év azzal telt, hogy hitegettek mindenkit, aki már csatlakozott, hogy a telepítéstől számított 10 évig maradhatnak az éves szaldóban, majd utána kell csak átállni bruttó elszámolásra, vagy havi szaldóra. Példakedvéért vegyünk egy nagyon jó hőszigetelt, körülbelül 100 négyzetméteres lakóépületet. Egy ilyen épületnek a fűtési hőigénye körülbelül évi 8000 kWh fűtési hőigény. Fussunk végig a fogalmakon. Mi is az a éves szaldó? Amit a napelem megtermel áramot, azt méri egy óra, amiből levonásra kerül a tényleges fogyasztás, és csak azt kell kifizetni. Tehát nyáron sok-sok megtermelt áramot télen el lehet fogyasztani, például elektromos fűtésre. Ha tisztán elektromos fűtés van, ennek a kinullázásához fel kell telepíteni 7 kW-nyi napelemet, ami Magyarországon megtermeli körülbelül az éves 8000 kWh-t példánkban szereplő ház esetében. Hőszivattyús fűtés esetén 3-as COP-vel számolva ez csak 3 kW-nyi napelemet igényel. Mi is a havi szaldó? Ahogy a neve is mutatja, csak az adott hónapon belül megtermelt elektromos energiát lehet levonni a fogyasztásból. Ez azért problémásabb, mert télen jóval kevesebbet termel egy napelem. Az elektromos fűtésnél sokkal, de sokkal nagyobb rendszert kell telepíteni, vagy lényegesen több lesz a fizetendő áramszámla. A téli termelés negyede, hatoda körülbelül a nyárinak, tehát 8000 kW-nyi fűtési energiának a háromnegyede minimum fizetős lesz, ami 70 forintos áramára számolva évi 420 ezer forint elektromos fűtésnél, napelemnél körülbelül ilyen 160 ezer forint évente. Mi is az a bruttó elszámolás? Itt még jelentősebb a bizonytalanság, milyen meglepő ennél a kormánynál, hogy milyen konstrukció lesz majd a végén. A legrosszabb verzió az, hogy az áramszámlán szereplő rendszerhasználati díjat és egyebeket levonják, így a napelem által megtermelt áramot körülbelül 12 forintos áram fogják átvenni, de ha te vételezel, ott természetesen kifizeted a jelenleg 70 forintos kilowatt óránkénti árat, amit a nem napelemesek is fizetnek a rezsicsökkentett áram fölül. Példák alapján napelem által megtermelt áramot 96 ezer forintért fogják átvenni, miközben elektromos üzemmódú fűtésnél elfogyasztunk 560 ezer forintot, illetve hát kifizetünk ennyit, hőszivattyús fűtésnél pedig 210 ezer forintot. Ami fontos, hogy egy 7 kW-os napelemrendszer ára jelenleg 3 millió forint. A hibás természetesen megint az EU lesz, mert 2024-től ők nem engednek éves szaldós elszámolást. Csak hogy ezt már lehetett tudni évek óta, és én évek óta tépem a számat egy-egy háznézésnél, hogy nem vásárolunk és nem építünk olyan házat, ami tisztán elektromos fűtésű, és nincsen alternatívája. A tisztán elektromos fűtést azt erre a nyomorék infrapanelre, a elektromos fűtőfóliára, meg hasonlókra értem. Ha van egy vizes rendszerű, mondjuk padlófűtésünk, és arra rá van akasztva egy elektromos kazán, az még úgy csak-csak, mert ott a hőtermelő berendezést azt ki lehet váltani, be lehet rakni egy hőszivattyút, be lehet rakni egy gázkazánt, teljesen mindegy. Van alternatíva. De ahol nincsen kiépítve egy vizes hőleadó rendszer, ott nagyon nagy gebasz lesz. Illetve hát nem lesz gebasz, csak nagyon nagy lesz a fűtési számla. És hangsúlyozom, ez egy nagyon jó hőszigetelt és viszonylag kis alapterületű házra vonatkozott ez a kb. 8000 kWh-nyi fogyasztás. Sokszor kapom kommentekben, hogy állandóan vészmadárkodok. Megint kinek lett igaza? Ugyanazt csinálták ezzel a napelemes mizériával, mint a kutakkal is. Hosszú hónapokon keresztül hintáztatták a jó népet, hogy be kell majd jelenteni az ásott és fúrt kutakat, mert
irgumburgum lesz. Aztán ezt tologatták, halogatták, végül megszülték, hogy hát a lakossági részre igazából mégsem kell, legalábbis a nagy részét azt nem érinti, tehát a lakóépületeknél lévő normál használatú locsolásra használt kutakat egy jó vízvételi rétegig, ami azért a nagy részét lefedi. Ez a napelemes rendszer is húzódik már nagyon régóta, ahol ott több ezer ember és több száz vállalkozás, kisvállalkozók dolgoznak a szektorban. Kicsit se lehessen a végén az ember önellátó, vagy termeljen megújuló energiát, segítsen egy kicsit leválni Paksról, vagy az orosz gázról, mert akkor gondolom Putyin személyesen jön ide és szétrúgja a kormánynak a hátsóját. Én most személyesen nagyon örülök neki, hogy nem kaptuk meg a HMKE engedélyt, és nem toltam bele sok-sok milliót a napelem telepítésre. Mert egyszerűen ez így már nagyon-nagyon kitolódós megtérülésű, és józanul átgondolva, ha most nem nagyon sötét zöld szemmel nézem az egész történetet, akkor nem fogja megérni. Pedig lehetnénk egyébként egy normális ország is, csak szerintem ebben a multiverzumban ez már nem lehetséges. Sziasztok!